цепи врага. Оросре, так ми що не годь там так, но верто одне ж знамен. Tudom, humanitárius, vagy bármilyen megfontolásból, főleg bár ez is benne van, hanem szerintem pár évvel ezelőtt írtam blogomban, ez egy ilyen tisztelgés az én részemről. Tisztelgés az az ember előtt, akitől én mondjuk apai mintákat láttam így először az életemben, ez édesanyámnak az első élettársaimra volt, és ő járt állandóan vért adni. És valamikor megszületett bennem az elhatározás, hogy muszáj lesz így a nyomdokaiba lépnem. Úgyhogy amikor első adandó alkalmam volt, az egyik, hogy hívták ezt? Nemzeti vágta. Azt hiszem, igen. Az egyik nemzeti vágta alkalmából volt az Andrássy úton egy ilyen véradó sátor, és akkor elmentem. És megint úgy szükségét éreztem annak, hogy hát így repülés van minden előtt, még így elmenjek vért adni. Egyébként nem tudom, tehát ez így benne volt a programokban, hogy beszélni kell az újabb élet tulajdonosával, kell menni a fodrászhoz, és el kell menni a vért adni. Tehát ezek ilyen tudulista-szerű dolgok voltak. De ez is megtörtént, úgyhogy megint elmondhatom magamról, hogy adtam vért, ó, yeah. Az első alkalommal egyébként vicces, rosszul lettem. Erre azt mondta az orvosnő, itt tegnap orvosnő, hát kis csaj volt, vagy 20 éves, lehet, hogy te 22, nem akarom sértegetni, de így azt mondta, hogy valószínű, hogy nem ittam eleget. Most ezt pótoltam, és most így mindent megtettem, hogy így legyen megfelelő mennyiségű folyadék, és nem is lett ebből gond. Úgyhogy most teljesen jól viseltem. Úgyhogy szerintem így akkor reggel ennyit akartam elmondani. Sziasztok!